A koronavírus járvány miatt hozott egészségügyi korlátozások ellenére továbbra is készülnek mozifilmek. Katarina Corzini új filmje a La Fracture, vagyis a repedés forgatása is a végéhez közeledik. A film története Franciaországban, a sárga mellényesek 2 évvel ezelőtti tüntetésének idején játszódik. A lyoni helyszínre az utolsó forgatási napokra az egyik főszereplő, Valeria Bruni Tedeschi is megérkezett. Nagyon fontos, hogy dolgozhassunk, mert az segít legyőzni a komorságot és a depressziót. Boldog vagyok, hogy dolgozhatok. Olyan ez, mint egy mékas, folyamatos mozgásban van, hogy mézet készítsen. Minden esetre most nagyon nehéz, hiszen mi is érezzük a hangulatot. Ez egy nehéz időszak, mondta Valeria Bruni Tedeschi. A helyszínt egy valódi kórházban rendezték be. Itt egy röntgenfelvétel készítést és egy a radiológiai osztályon játszódó jelenetet vesznek fel. Katarina Corzini a megszokott csapatával dolgozik, sok közös munkája volt már a producerrel és az operatőrrel is. A mostani forgatás azonban sokkal bonyolultabb, mint a korábbiak voltak. Sokkal több a feszültség, több az aggódás, több a stressz. Tesztelik-e az embereket? Lesznek-e, akik megbetegszenek? Persze a koronavírus filmforgatás ellenes. Pontosabban minden ellen van, amit szeretek, hogy megöleljük egymást, hogy beszélgessünk, hogy a színész lássa az arcomat, a kifejezéseimet. A forgatáson végig maszkban vagyok, ami elég nagy hátrány, de alkalmazkodtunk hozzá, és azt mondtuk, erősebbek leszünk, és sikerül elkészíteni a filmet, mondta a rendező. A lyoni belső jelenetek után már csak egy helyszín van hátra. Párizsban külső helyszínen forgatnak, és azzal véget is ér a felvétel. Utána kezdődik a vágás és az utómunka. A La Fracture, vagyis a Repedés című filmet várhatóan 2021-ben mutatják be legkorábban.